Sziasztok, szép napot, szupercsapat! Én Talassa vagyok, és ígéretemhez híven ma az iskolai zaklatásról és bántalmazásról lesz szó. Néhány nézőmnek az álmai válnak valóra azzal, hogy végre smink nélkül videózok. Ennek az az oka, hogy én régen maszkként használtam a sminket. Ezt úgy értsd, hogy én reggel föltettem a sminkemet, ami eléggé erőteljes volt, és egy felszínes valakit mutattam a külvilág számára, egy maszkot, ami hamis magabiztosságot adott, hamis önbizalmat, és amikor hazaértem és lemostam a sminkemet, akkor adtam tulajdonképpen önmagamat. Na most nagyon sok energia és nagyon sok munka van abban, hogy végre, de nagy nehezen eljutottam odáig, hogy a sminket azért használom, mert szeretek kreatív lenni reggelente, és amikor megittem a kávémat, fölöltöztem csinosan, akkor egy kreatív tevékenységképpen még csináltam magamnak egy sminket, amiben egész nap jól éreztem magam, de hitelesen tudtam adni sminkben önmagamat, ugyanúgy, mint smink nélkül. Viszont mivel ez a téma eléggé komoly és eléggé komplex, és szeretnék nektek hiteles tanácsokat és hiteles tapasztalatokat átadni a témával kapcsolatban, úgy éreztem, hogy még véletlenül sem szeretnék maszk mögé bújni, miközben beszélek az iskolai zaklatásról. És szeretném ezt a videót vágatlanra megcsinálni, ami nem biztos, hogy sikerül, mert reggelemet úgy indítottam, hogy elhasználtam legalább 28 zsebkendőt, és 48-szor prüszköltem, és kijött rajtam az allergia, és mivel az a videó valószínűleg nem 3 perces lesz, ezért lehet, hogy mégis egy-két részt ki fogok belőle vágni, de csak azokat, ahol orrot fújok és éppen prüszkölök, mert nem akarom a videónak a hosszát növelni az ilyen közjátékokkal. Az első és legfontosabb kérdés, ami engem folyamatosan foglalkoztatott, hogy miért nem tudtam beilleszkedni az óvodai vagy az iskolai környezetembe. Ahogy már említettem nektek az előző videómban, én nagyon-nagyon sokat voltam otthon. Azért, mert folyamatosan beteg voltam, a létező összes gyerekbetegséget elkaptam, állandóan fájt a fülem, úgyhogy napközben a nagymamám vigyázott rám, délután meg hétvégenként ugye anyáikkal voltam, és emiatt nem tanultam meg kezelni azt, hogy csúfolódnak, nem tanultam meg az iskolai vagy az óvodai környezet felé nyitni, nem tanultam meg azt, hogy hogyan kell egyáltalán a velem egykorúak társaságában lennem, mert amikor én otthon voltam a felnőttekkel, akkor én vagy rajzoltam, vagy játszottam bent a szobában, amíg mondjuk anyukám vagy a nagymamám elkészítette az ebédet, és ha beszélgetni támad kedvem, akkor is csak egy felnőttel tudtam beszélgetni, nem voltak gyerektémáim. Konkrétan koravén voltam. És amikor először bekerültem a közösségbe, az még óvodáskoromban történt, mondták azt, hogy hú, hát milyen tök jó lesz, el fogok indulni az óvodába, és tök jó lesz, mert lesznek barátaim, és hú, és ráadásul ugye anyáiknak dolgozni kell menni, mamának is nagyon sok lesz mostanában a feladata, úgyhogy ez ugye nekik is pozitívum, mert ugye egyedül mégsem maradhatok otthon, de így lesz egy közösség, ahová be tudok illeszkedni. Én nagyon vártam, hogy bekerüljek az óvodába, egészen addig, amíg nem kerültem be az óvodába. Mert onnantól kezdve én elkezdtem lelkileg visszafejlődni, mert nem éreztem jól magam a közösségben. Nagyon sok emberrel kellett volna egyszerre interakcióba lépnem, és nagyon sok embert kellett volna hirtelen megismernem és kezelni azt, hogyha csúfolnak, és kezelni azt, hogyha kiközösítenek, vagy egyáltalán nyitni feléjük, ami nekem abszolút nem ment. A lényeg az, hogy én elkezdtem lelkileg visszafejlődni. Ez úgy történt, hogy hát körülbelül olyan 2 éves koromra, vagy 2,5 éves koromra szobatiszta voltam, viszont amikor bekerültem ebbe a közösségbe, akkor én elkezdtem újra bepisilni, ami már anyukámnak adott egy gyanút, hogy itt baj van. És amikor egyszer jött be hozzám óvodába, akkor látta, hogy a két óvónő az beszélget a sarokban, én pedig állok a teremnek a közepén, és a többiek piszkálnak. És én semmit nem csináltam. Sem próbáltam megvédeni magam, sem nem próbáltam kitörni ebből a körből, sem nem kiabáltam, csak úgy álltam és hagytam, hogy bántsanak. Onnantól kezdve anyukám gyorsan kivette az óvodából, utána megműtötték a fülemet, és ahogy helyrejöttem fizikailag, helyrejöttem lelkileg is, megint szobatiszta lettem,
és utána bekerültem egy nagyon jó óvodába, ahol a két óvónő nagyon-nagyon szuper volt, és tök jók voltak azok a foglalkozások, amiket tartottak, és végre elkezdtem kinyílni a közösség felé. Elkezdtem barátkozni, volt két barátnőm óvodában, tök jó volt, jól éreztem magam, és mire igazából a helyére került volna bennem minden, addigra véget ért az óvoda, és kezdődött az iskola, ahol mindent előről kellett kezdeni. Előről kezdeni, hogy ha csúfolnak, akkor védjem meg magam, előről kellett kezdeni azt, hogy hogyan nyíljak meg a többiek felé, előről kellett volna kezdenem azt, hogy egyáltalán szót tudjak érteni a többi osztálytársammal, és ott már ugye nem volt óvónéni, ott tanítónéni volt, aki nem fogta egész nap a kezem, hogyha cseszegettek, akkor leállítsa a többieket, és azt mondja nekik, hogy igen, lehet, hogy ez a kislány más, mint ti vagytok, de ettől függetlenül, ha türelmesek lesztek vele, akkor ugyanúgy be fog illeszkedni, mint bármelyikőtök. Ugye az óvodában itt ilyen szempontból nekem szerencsém volt, az iskolában már nem. És a lényeg az, hogy én nagyon sokat voltam egyedül iskolában, tehát én bementem, nem éreztem jól magam, csúfoltak, és akkor, amikor én például beszéltem arról, hogy engem csúfolnak a iskolában, akkor azt mondták, hogy ne vegyek róla tudomást. Próbáljak meg alkalmazkodni a többiekhez, próbáljak meg kinyílni, csúfoljak vissza, legrosszabb esetben, védjem meg magam. Csak éppen senki nem mondta meg, hogy hogyan, mert fogalmam nem volt arról, hogy hogyan kellene kiállni saját magamért. Ugye családom belül nem kellett, mert ugye családom belül mégiscsak család, és én azt láttam, hogy valamilyen szinten elműködünk, mint család, de megbeszélnek dolgokat a szüleim, de beszélgettek, és nem húzták meg egymás haját, nem kezdték egymást csúfolni, tehát én nem láttam konkrétan azt, hogy hogyan kell megtanulni védekezni. Vagy kezelni egyáltalán ezt az egész helyzetet. Na, én eljutottam arra a szintre, hogy mivel nekem még az is lett mondva, hogy ahogy anyának és apának az a dolga, hogy elmenjen a munkahelyre, hogy kapjon fizetést, és biztosítsa neked azt, hogy legyen meleg tető a fejed fölött, legyen meleg ruhád, legyen gyógyszer, legyen étel az asztalon, úgy a te dolgod az, hogy tanuljál az iskolában, és hogy az iskolai feladataidat saját magadnak lásd el. Nyilván az első néhány osztályban segítettek ebbe a dologba, de ahogy egyre jobban felnőttem, egyre kevésbé segítettek mondjuk, mit tudom én, a tanulásban. És amikor én mondjuk egyszer-kétszer mondtam, hogy csúfolnak, akkor mondták, hogy igen, hát engem is csúfoltak gyerekként, aztán visszacsúfoltam, és igazából nekik ez nem volt trauma. Viszont ezzel egész odáig nem volt probléma, amíg tényleg csak ilyen kis iskolai csíntevések voltak. De szépen alattomosan és folyamatosan kezdett el egyre durvulni. Ahogy én nem vittem meg magam, ahogy nem álltam ki saját magamért, egyre durvábbak lettek ezek a zaklatások, és egyre jobban eldurvult a helyzet. És én már iskolában láttam azt, hogy ez nem normális, csak éppen nem tudtam kezelni a helyzetet. Az iskolai eredményeim azok így bezuhantak, így egyes-kettes közé, és konkrétan csak azért nem buktattak meg valószínűleg, hogy végre így azt az osztályt, így unblock az egészet, így végre kint tudják ebből az iskolából, mert egyébként maga az osztályközösség sem volt a legfegyelmezettebb. Az a helyzet, hogy egész iskolai 8 osztály alatt egyetlen barátnőm volt, vele a mai napig tartom a kapcsolatot, de a többiekről én nem annyira szerettem volna tudomást venni, és hogyha lehetett volna, akkor így elzárkózok mindenkitől, csak hagyjatok békén. Na most tudtak erről a szüleim? Nem. Nem, mert megtanultam játszani. Ugye, ahogy az óvodában én nem mondtam el anyáiknak azt, hogy engem bántanak, és ők a fizikai jelekből, a bepisilésből, hogy szótlan voltam, hogy látta azt konkrétan anyukám, hogy engem piszkálnak az óvodában, vették észre azt, hogy velem gondok vannak, és hogy ott nem tudok beilleszkedni. Későbbiekben én megtanultam játszani, tehát ugye már nem pisiltem be, ugye már otthon ugyanolyan szószátyár voltam, mint ahogy az iskola kezdete előtt, és ugyanúgy működtem otthon, mint iskola előtt.
Én megtanultam játszani. Megtanultam megjátszani saját magam, csak azért, hogy ne legyek teher a szüleimnek. Na most, észrevették-e? Nem. Nagyon kevés dolgot vettek észre. Azért, mert nem mondtam el semmit. Fontos, mert hogyha a te gyereked hasonlóan zárkózott, mint én voltam, akkor is észre tudod venni a jeleket, hogy valami nincsen rendben, csak sokkal nagyobb odafigyelést igényel egy ilyen helyzet, mint egy szószátjár gyereknél, aki mindent nyitottan elmond a szüleinek. Én nem azért nem mondtam el dolgokat, mert nem bíztam a szüleimben, hanem egészen egyszerűen azért, mert szégyeltem magam. Miért? Kívülről én úgy néztem ki, hogy elkezdtek a tanulmányi eredményeim romlani, és mondták nekem, hogy lusta vagyok, nem tanulok eleget, miért nem tanulok otthon délutánonként a mamával, vagy önállóan, amikor már hazajöttem 5. osztálytól kezdve egyedül a iskolából, miért nem tanulok, és akkor én mondtam, hogy én tanulok, meg mit tudok, persze. Egyébként a házi feladataim helye közel azért megcsináltam az iskolai minimumot, teljesítettem. De az, hogy én még külön leüljek történelmet tanulni, vagy külön leüljek irodalmat tanulni, ezt. Azért, mert olyan stressz ért az iskolában, és annyira rosszul éreztem magam abban a környezetben, hogy képtelen voltam délután gondolni iskolára. Tehát én, amikor hazaértem, leraktam az iskolatáskámat az előszobába, én bementem a lehető legtávolabb az iskolatáskától, és én nem is voltam hajlandó gondolni az egész környezetre, ami másnap megint ott várt a osztálytársaim között. Az a helyzet, hogy jól látjátok, valami még mindig van, amit nem tudtam feldolgozni. Azért, mert kompletten 7. osztály végére eljutottam arra a szintre, ahol már több stresszt nem tudtam kezelni. Így a 8. osztályom az konkrétan nem emlékszem semmire. Nagyon-nagyon kevés dologra így halványan emlékszem a 8. osztályos évből. Arra emlékszem, hogy jártunk nyílt napokra a szakközépiskolákba és a gimnáziumokba, hogy hol szeretnék tovább tanulni. Arra emlékszem, hogy kollektív a lányokkal elmentünk a varrónőhöz megvarratni a egyenruhát, hogy egységes iskolai vagy egységes osztályképet mutassunk ballagáskor. Arra emlékszem, hogy a barátnőmmel járkáltunk a Tesco-ba, és nagyon sok időt és pénzt költöttünk el a Tesco-ban, mert az tök jó volt. És arra emlékszem, hogy ami a múlt hétig nem jutott eszembe, ezért veszem föl másodszorra ezt a videót, mivel nem emlékeztem konkrétan történésekre, valószínűleg elnyomtam magamba egy csomó olyan emléket, amit már nem tudtam feldolgozni. A lényeg az, hogy itt egy fontos pont következik. Képzeljétek el, hogy éveken keresztül jársz egy olyan közösségbe, ahol téged nem fogadnak el. Éveken keresztül nem csak, hogy nem fogadnak el, de emiatt téged piszkálnak, amikor mondjuk ki tudsz állni saját magadért, arra büszke vagy. Én is nagyon büszke vagyok arra összesen 4-5 esetre, amikor ki tudtam állni az osztálytársaimmal szembe, és azzal a 3 esettel, amikor a tanáraimmal szemben is ki tudtam magamért állni, hát igazából tök jó. De sokkal többször tudtam volna kiállni magamért, hogyha én nem vagyok ennyire zárkózott. Viszont nem tudsz kiállni magadért, rosszul érzed magad a környezetben, ráadásul folyamatosan szóban és vagy tetlegességgel bántanak, és annyira telítődsz ezekkel a stressz élményekkel, hogy egyszerűen így blokkol az agyad, és semmit nem érzel meg belőle, hogy mi történik. Semmit nem jegyeztem meg. Fogalmam nincs, hogy hogyan kezdtem el a 8. osztályt. Fogalmam nincs, hogy mi történt évközben. Fogalmam nincs arról, hogy én kikkel és hogyan jártam el mondjuk az iskolai nyílt napokra. Fogalmam nincs arról, hogy hogyan kerültünk egyáltalán a varrónőhöz, aki megvarta a ruháinkat. Egyetlen egy dolog rémlett föl bennem a múlt héten, ami miatt újra veszem az egész videót. Egyszer volt olyan, hogy barátnőm hiányzott a suliból, valószínűleg azért, mert éppen nyílt napom volt,
és az osztályközösség már megint megtalált. Jaj, nagyon nem örültem neki. És nagyon érdekes volt, mert féltem tőlük, és amikor odaértek hozzám, akkor valami olyasmi párbeszéd zajlott le, amire vissza tudok emlékezni, hogy hogyan fogok én beilleszkedni a középiskolába. És mondtam, hogy kapni fogok új bútorokat, és hogyha végre megkapom az új bútorokat, rendet rakok a szobámban, így rendet rakok az életemben, és egy teljesen új, tiszta, rendezett énemmel tudok majd a következő közösségbe kerülni. Ami után ki is röhögtek, mert hogy azzal, hogy rendet raksz az iskoládba, ugyanúgy, hogy rendet raksz a szobádban, ugyanúgy lúzer maradsz a következő iskolába. Én viszont ebben nem voltam hajlandó hinni, úgy voltam vele, hogyha a környezetem az új bútorokkal megváltozik, akkor én is változni fogok. És nem tudom, hogy utána mi történt, mert nem emlékszem rá, de a vége az volt, hogy néhány osztálytársam konkrétan azt mondta, hogy jó, most az év végéig nem fogunk bántani, és hogyha valaki bántani akar, akkor rászólunk, hogy ne tegye. És ha bántottunk sokszor, akkor bocsánatot kérünk. Szó szerint ez hangzott el, bocsánatot kérünk. Én meg így álltam, néztem, és így oké. És valószínűleg már év végéig engem nem piszkáltak. Nem emlékszem rá. Nem emlékszem rá. De nem tudom, hogy a fenébe esett ki az egész komplett év, mert mindenre szoktam emlékezni. Tehát én egész kicsi gyerekkoromtól kezdve nagyon sok mindenre emlékszem, hogy mi történt velünk. Erre nem. A lényeg az, hogy változott-e valami azzal, hogy én kikerültem ebből az osztályközösségből, és hogyan tudtam ezeket feldolgozni. Változott. Nagyon sok minden. Azzal, hogy néhány osztálytársam bocsánatot kért, igazából így nem tudtam mit kezdeni, mert nem tudtam elfogadni, mert addigra olyan szinten voltam lelkileg, hogy nem tudom, hogy mi a legjobb szó erre, de úgy éreztem, hogy nem érdemlem meg a bocsánatkérést, mert én nem éreztem úgy, hogy egyenrangú lennék a többi osztálytársammal. Értitek? És a lényeg az, hogy el is felejtődött ez az egész történet, és viszont arra emlékszem, hogy mivel a barátnőmmel nagyon sokszor jártunk Tesco-ba, én felfedeztem magamnak egy könyvet, amivel igazából megváltozott az egész hozzáállásom mindenkihez, és megváltozott nagyon sok minden bennem. Mi ugye a barátnőmmel rendszeresen néztünk horrorfilmeket, és volt egy teenage horror, amit mi néztünk, az volt a címe, hogy a bűvölet, ahol négy lány boszorkányként tevékenykedett, és mi összenéztünk a barátnőmmel, hogy tök jó lenne, ha mi is boszorkányok lennénk, és így ki tudnánk magunkat varázsolni a kellemetlen helyzetekből. Akkor, amikor mi bementünk a Tesco-ba, és én megláttam a következő könyvet, a tini boszorkányokat, akkor nagyon-nagyon megörültem neki, hogy baszki, ez létezik a valóságban. Jó, amennyire létezik a valóságban. Az a helyzet, hogy én megvettem magamnak ezt a könyvet, és tökre szerencsém volt, mert anyukámék azok nem vallásosak, és anyukámék azok úgymond lazán kezelték ezt a tinédzserkori kezdődő lázadást. Mert én elmondtam anyukámnak, hogy vettem egy ilyen könyvet, és akkor jaj, most sátánista leszel, és így hülyéskedett igazából az egésszel, és mondtam, addigra már olvastam néhány fejezetet a könyvből, és mondtam, hogy én nem vagyok sátánista, és a Vikka az teljesen más, mint a sátánizmus, és elkezdtem hinni valamiben. Na most a helyzet az, hogy az első 45. oldalon kezdődően szépen föl van sorolva, hogy mit nem tesz egy boszorkány. Egy boszorkány nem bántja a társait, egy boszorkány kiáll önmagáért, egy boszorkány soha nem használ drogokat, egy boszorkány soha nem lesz alkoholista, egy boszorkány
nem ijeszt rá másokra, stb. Stb. Tehát itt a könyvnek az elején, amit én már elolvastam, benyomtam anyukámnak a kezébe, hogy innentől kezdődően ezt a könyvet olvasd el, kész. És azért, hogy ő ne féljen attól, hogy én mondjuk ezzel a könyvvel foglalkozom. Anyukám végül is nem olvasta el a könyvet, viszont én ott döntöttem el egy nagyon fontos dolgot. Egyrészt én eddig kilógtam a sorból, önhibámból vagy önhibámon kívül, de kilógtam a sorból, viszont nem biztos, hogy szeretnék a szürke tömegbe beilleszkedni, azért, mert a szürke tömeg volt, aki tulajdonképpen bántott azért, mert én kilógok a sorból. Úgyhogy elkezdtem lázadni, és a tini boszorkányoknak köszönhetően kezdtem el ezt a védekezést egyáltalán, hogyha valaki beszól, akkor visszaszólok. És akkor kezdtem el tulajdonképpen önmagamra találni. A lényeg az, hogy rengeteget segített abban a könyv, hogy végre megtaláljam azt a belső erőt, amivel végül is fel tudom építeni az önbizalomnak egy kis csíráját magamban, még akkor is, hogyha ez az önbizalom kezdetben egy látszólagos dolog volt. Ugyanis én a 8. osztályos, hát inkább 7. osztályos korom végére, tehát valószínűleg ott csokoltam be nagyon, 7. osztályos korom végére csak azért nem kíséreltem meg öngyilkosságot, mert jobban féltem a haláltól, mint az élettől. Amit egy gyerekkori traumának köszönhetek, morbid módon. Gyerekkoromban 3 éves voltam, amikor elvittek egy temetésre. Ezen a temetésen katolikus szertartás zajlott, én onnantól kezdve nem voltam hajlandó templom közelébe menni, és a temetőket is úgy kerültem, mint a macska a vizet. És az a helyzet, hogy nem volt ugye egy megfelelő hit alap alattam, amivel azt tudom mondani, hogy ja Istenem, legyél már kedves és segítsél meg. Nem volt alattam egy megfelelő közösség, aki ki tudott volna ebben segíteni. Viszont cserébe megvolt egy csomószor a pánikroham, a pánikbetegség, a haláltól való félelem miatt. Úgyhogy amikor a lehető legsötétebb pontban voltam, akkor sem fordultam önmagam ellen. És ezt egy traumának köszönhetem. És ez valószínűleg 7. év végén történhetett valami, mert arra már nem emlékszem, és nem emlékszem arra, hogy mi volt 8. osztályban, tehát ott én már besokaltam. És amikor én váltottam iskolát, akkor én belőlem elkezdett kijönni az, hogy én mit éltem át 8 éven keresztül. És anyukám még megkérdezték, hogy miért nem mondtam el azt akkor, amikor történt. Azért, mert szégyeltem magam, és akkor kérdezték tőlem, hogy nem bíztál bennünk? De, bíztam. Én önmagamban nem bíztam. Én önmagamban nem bíztam, és azt hittem, hogy én ezt érdemlem. Ja, elég kemény téma, mi? És hú, na igen. Amikor én elkerültem a középiskolába, akkor senkiben nem bíztam meg, továbbra sem. Nem voltak úgymond barátaim, én bekerültem a közösségbe, és így néztem a többieket, hogy ők ott ketten tök jóba kezdenek lenni, ők majd valószínűleg barátok lesznek, és egyszer csak elkezdtem beszélgetni egy osztálytársnőmmel, aki tulajdonképpen lett az első barátnőm a középiskolában. Én elkezdtem kimondani azokat a dolgokat, amik eddig 8 éven keresztül történtek velem, és elkezdtem feldolgozni a kimondásokkal azt, hogy igen, engem bántottak, zaklattak általánosban. És ezzel együtt elkezdtem megtanulni az emberekben bízni. Viszont nem volt stílusom, mivel ugye nagymamám varta a ruháimat, amikor én bekerültem a középiskolába, akkor elkezdtünk vásárolni nekem új ruhákat, és így eléggé szeretvedett volt a külsőm. Cserébe viszont nem volt már rossz érzésem amiatt, hogy én kinőtt ruhákat, vagy éppen nagymamám által vart vagy kötött ruhákat hordok, hanem olyan ruhákat hordok, mint a többiek, csak még nem nincs stílusom. És a második dolog, ami nekem nagyon-nagyon sokat segített, hogy az osztályom középiskolában
tökre elfogadó volt. Képzeljétek el, hogy bekerül egy alapvetően zárkozott ember a középiskolába, és nem kezdik el baszogatni miatta. Bekerül egy zárkozott ember a közösségbe, és békén hagyják. És ez nekem olyan jó volt. Én azt úgy élveztem, hogy szinte senki nem szól hozzám, amikor én valakihez hozzászólok, akkor viszonylag elfogadóak velem, és elkezdtem barátkozni két osztálytársammal már végén, és utána elkezdtem néhány másik gyerekkel barátkozni, akik már fölöttem vagy alattam jártak a középiskola évei alatt, és úgy elkezdtem magamra találni, elkezdtem megbízni az emberekben. Mert azáltal, hogy én elkezdtem kimondani a sérelmeimet, amik történtek velem 8 év alatt, megkaptam azt az erősítést a szüleimtől, hogy ez igazából nem az én hibám volt. Mert az, hogy mi történt velem gyerekként, mondjuk, hogy sokat voltam otthon, az nem az én hibám volt, az egy környezeti dolog volt, ami ellen nem tehettem. Az, hogy én nem tudtam emiatt beilleszkedni, az ellen nem tehettem. Vagy legalábbis nem voltak meg az eszközeim, amivel tudtam volna tenni azért, hogy beilleszkedjek. És középiskolás másodikos koromban elkezdett a saját stílusom kialakulni. Akkor jött az életembe tankcsapda, Marilyn Manson és a Nightwish triumvirátus, és én nagyon sok zenét hallgattam tőlük. És láttam azt, hogy igen, vannak rockerek, ugyanúgy, ahogy például voltak metal arcok az előbb említett bűvöletfilmben, és hogy igazából ezt valódi emberek is hordják ezeket a ruhákat. Úgyhogy én elkezdtem ilyen eléggé erős metal, meg rock, meg nem tudom milyen stílusokat így magamra húzni, és elkezdtem kialakítani a saját stílusomat. Végre volt egy saját stílusom. És mindezek után még mindig nem tudtam megbízni az emberekben, pedig eléggé kilógtam tőlük, mégsem bántottak, de nem tudtam bennük megbízni. Oké, volt már 2-3 barátnőm. Ez tök jó volt. De aztán egyik délután, amikor hazaértem a suliból, rendszeresen az volt, hogy bekapcsoltuk a tévét, és valamit néztünk anyukámmal. És akkor indult el a Bevállalja igen vagy nem című műsor. És akkor ott annyira nem érdekelt az elején, mert én azt gondoltam, hogy ez ilyen Mónika Show-szerű valami. Viszont akkor Csernusnak volt egy nagyon jó mondása, ami így megütötte a fülemet, hogy minden ember a saját életéért felelős. És mindenki a saját szerencséjének kovácsa. Nem tudom, hogy ez ugyanabban az adásban hangzott el, vagy két különböző adásban hangzott el, de azt tudom, hogy onnantól kezdve kezdtem nézni a műsorokat. És én utána megvettem Csernusnak a Nő című könyvét, amit elsőre anyukámnak vettem meg, ő azt hiszem, hogy nem olvasta el, én viszont elolvastam, és utána még nagyon sok Csernus Imre könyvet elolvastam, és megtaláltam YouTube-on az előadásokat feltöltve, én ezeket végignéztem, ez már ilyen középiskolai és főiskola között, végignéztem az előadásokat is, amik a YouTube-ra föl voltak töltve, és mai napig hálás vagyok azért, mert Csernus Imre megírta a könyveit. Ha ezek a könyvek nincsenek meg, nem biztos, hogy föl tudtam volna dolgozni az iskolai élményeimet. Ugyanis azt hiszem, hogy a férfiben olvastam egy olyan mondatot, amit nem fogok tudni szó szerint idézni, de nagyjából a lényege az volt, hogy amikor Csernushoz elment egy pasi, hogy nem tud ismerkedni a csajokkal, akkor Imre megkérdezte tőle, hogy miért nem megy oda egy nőhöz, úgyhogy eddig eléggé gyáva voltam, nem tudtam ismerkedni, de most ugye megragadom a lehetőséget, és szeretnék önnel megismerkedni. És én akkor ott, amikor ezt a mondatot olvastam, így egy kicsit olyan volt, mint hogyha hozzám szólna. Hogy igen, eddig nem voltak barátaim, szerettem volna barátkozni másokkal, és hogyha ez egy pasinál működik, csajozás szintjén, akkor ez nálam is fog barátkozás szintjén működni. Tök jó. És elkezdtem, nem ezzel a mondattal, de elkezdtem barátkozni. És amiért én hálás vagyok Csernus Imrének, az az, hogy nem csak azt mondta,
Mint ahogy ugye hallottam a környezetemből, hogy oldjad meg a problémádat, lépjél túl rajta, stb. Stb., hanem a könyveiben és a bevállalja igen vagy nem műsorokban először irányt mutatott, hogy hogyan, hitelesen. Mert akkor, amikor te azt mondod gyerekként, hogy nem érdekel, amit mondasz, és te ezt nem gondolod úgy véresen komolyan, akkor a többiek fogják tudni, hogyha ők baszogatnak téged, az téged igenis nagyon mélyen fog érinteni. És fogják tudni azt, hogy ha ők téged továbbra is csúfolnak, akkor te sírva fogsz elvonulni a következő bokorba, és fogod átkozni az egész iskolát, és rosszul fogod magad érezni. És Imrének volt az írásaiban az, hogy hitelesen állj ki önmagadért. Hogyha csak annyit tudsz mondani, hogy hagyjál békén, akkor az a leghitelesebb. Ha vissza is tudsz ütni, akkor az a leghitelesebb. Hogyha meg tudod magad védeni tök mindegy milyen módon, akkor az a leghitelesebb, de soha ne legyél hiteltelen, mert azt mindenki más meg fogja érezni. És igen, tudom, hogyha most látja ezt a videót Imre, akkor azt fogja gondolni, amit a csendülőben mondott nekem, amikor egyetlen egyszer találkoztunk, eszközöket adott a kezembe. De hogyha ezeket az eszközöket nem adja a kezembe a könyvéje által, akkor hiába olvastam el nagyon sok kollégájának a könyveit, hiába volt az, hogy nagyon sok előadást végignéztem a kollégáitól, nem érintettek meg lelkileg, nem éreztem közel állónak a lelkemhez, éppen ezért nem tudtak segíteni. Viszont az önstílusa nagyon közel állt az én lelkemhez, és emiatt, mivel én hitelesnek gondoltam, amit leír, vagy amit elmond az előadásaiban, ezért én ezeket tudtam hasznosítani. Szóval igen, itt azért benne volt az, hogy ezeket a könyveket ön írta, és nem valaki más. Mert az önstílusa volt az, ami nálam betalált. Szóval igen, köszönöm. És igen, az, hogy én ezeket a traumákat föl tudtam dolgozni, igazából a pszichológiának meg Csernus Imrének köszönhetőek. Miről akartam még beszélni? Arról akartam még beszélni, hogy hogyan dolgoztam föl. Igen, hogyan dolgoztam föl. Hát ugye elkezdtem lázadni, minden tinédzser elkezd lázadni. És elkezdtem olyan zenéket hallgatni, ami a szüleimnek nem tetszett. Elkezdtem poszterekkel kiplakátolni a szobámat, ami a szüleimnek nem tetszett, de hagyták. És elkezdtem barátokat gyűjteni, mert bátor voltam, és elkezdtem bátran barátkozni. Illetve elkezdtem tanulni. Én rájöttem középiskolában, hogy én nagyon-nagyon szeretek tanulni. Nem azért nem tanultam általánosban, mert tusta disznó voltam, hanem azért nem tanultam, mert egyszerűen nem volt rá energiám. De abban a pillanatban, amikor én jól éreztem magam egy közösségben, ahol békén hagytak, és már voltak barátaim, rájöttem arra, hogyha én tanulok mondjuk matekórára, és megkapom érte a 4-est, ami akkor nekem nagy szó volt, akkor a befektetett munkámnak meg lesz az eredménye, és hogy ez nekem milyen tök jó dolog, mert büszke lehetek végre magamra, hogy én nem szeretem a matekot, és félek a matek óráktól, mert nem fogom megérteni azt, amik ott elhangzanak, mégis, hogyha belefektetem az energiámat, akkor önbizalmat tudok magamnak építeni. Ez baromira nagy segítség volt. És igen, magamtól jöttem rá, hogy én tulajdonképpen szeretek tanulni. Valahol középiskola első osztályában jöttem rá arra, hogy szeretek tanulni, és valahogy középiskola második vagy harmadik osztályában olvastam el a Nő című könyvet, ahol szintén benne volt valamelyik részében, hogy ha önbizalmat akarok magamnak építeni, akkor olyan dolgokba érdemes belevágni, amiktől esetleg tartok, és amiktől esetleg félek, vagy amik nem mennek, és azokba teljes mértékben 100%-ig beleállni, beletenni a munkámat, és miután beletettem a munkámat, meg lesz annak a munkának az eredménye. Azt már előbb tudtam, mint ahogy a könyvet olvastam volna, de ez megerősített abban, hogy jól csinálom. Lett stílusom azáltal, hogy én elkezdtem ilyen rock és metal zenéket hallgatni, mert külsőre
igazából eléggé szépen tükröződött az én belső akkori világom. Mert én lázadtam minden ellen, ami normális, mert hogy én a normálisból jöttem, és az nekem nagyon rossz volt. És belsőleg elkezdtem lázadni azzal, hogy tanultam, és hogy én a tanulásban megtaláltam azt, hogy szeretek tanulni. Külsőre lázadtam azzal, hogy olyan zenét hallgattam, amit anyukám még utáltak, és lázadtam azzal, hogy én nagyon erősen sminkeltem, lázadtam azzal, hogy olyan ruhákat hordtam, amik anyukáméknak nem tetszettek, és megtanultam a lázadással, vagy a lázadás után, amikor egy kicsit ez az egész elkezdett bennem lecsengeni, higgadtan képviselni önmagamat. És amikor elértem a főiskolás kort, addigra úgy mentem be a közösségbe, hogy sziasztok, itt vagyok. És ez annyira jó volt, és annyira élveztem, és élveztem, hogy végre vannak barátaim. Főiskoláról is van egy jó barátom, akivel a mai napig tartom a kapcsolatot. Igen, úgy kell lezárni egy ilyen helyzetet, hogy a lehető legjobban gyere ki belőle, hogy a téged ért sérelmeket ugródeszkának használod. Kibeszéled magadból, kisírod magadból. Rengeteg délutánom arra ment rá, hogy én megsirattam a régi osztályomat, és megsirattam a velem történteket, kidühöntem magamból a történteket, kibeszéltem magamból a történteket, és elkezdtem valami olyan dolgot kipróbálni, amit előtte nem. Elkezdtem bátran barátkozni, elkezdtem bátran önmagamat adni, még akkor is, hogyha ez egy lázadó önmagam volt, és elkezdtem bátran mindenhez hozzáállni, teljesen másképp, mint ahogy hozzáálltam még az általános iskolában a többiekhez. Szóval bátorsággal lehet lezárni ezt az egészet. Sok bátorsággal és sok sírással. Na, így a végére. Mit tudok nektek tanácsolni? A végére azt tudom nektek tanácsolni, hogyha a gyereked mondjuk egy ilyen helyzetben van, vagy te magad gyerekként egy ilyen helyzetben vagy. Nagyon sokat tanultam a környezetemből úgy, hogy végighallgattam a többi embert. Nagyon sokat tanultam a többi ember hibájából, és megpróbáltam másképpen csinálni dolgokat. Szóval, ha gyerekként téged bántalmaznak, és te nem érzed jól magadat az iskolában, de szégyeled magad. Ha tudnék, akkor adnék neked energiát arra, hogy végre elmondd otthon, hogy mi történik. Mert azzal, hogy hallgatsz, és azzal, hogy megjátszod magad, és azzal, hogy te kvázi lustadisznó vagy, azzal, hogy te csibészkedsz, azzal, hogy te konkrétan visszabántalmazol másokat, nem fogod megoldani a helyzetet. Nem fogod megoldani azt, hogy téged ne bántsanak, ez az egész sokkal jobban ki fog jönni, mert minél inkább visszahúzódsz a csigaházadba, annál inkább célpontjává válsz a többieknek. Minél inkább megpróbálsz ezzel ellen külsőleg tenni, hogy visszaütsz, mondjuk, annál inkább fogják veled éreztetni, hogy de már pedig ők sokkal erősebbek, mint te vagy. Szóval, hogyha csak egy dolgot mondok neked, fogadd meg. Ne kövesd el azt a hibát, amit én gyerekként elkövettem, és beszélj erről az egészről a szüleidnek, a tanárodnak, beszélj róla a nagyszüleidnek, bárkinek, aki végighallgat, és tud neked hiteles tanácsot adni, és tud neked hiteles segítséget nyújtani. Szégyeled magad, tudom, én is. Kurva sokáig szégyeltem, Istenem, nem te vagy a hibás, nem. Lehet, hogy van benne felelősségem, hogy ez az egész így alakult. Lehet, hogy van benne felelősségem, hogy nem tudtak befogadni a többiek. Viszont az, ha te nem tudod, hogy miért nem fogadnak el,
nem jogosítja föl a másik felet arra, hogy téged bántson. Kész. Ennyi. Mondd el, ne szégyeld. Nem kell szégyelni. És hogyha én a szülőknek adhatok egy tanácsot, amikor a gyerek elkezd arról beszélni, hogy engem bántanak, engem piszkálnak, akkor igen, lehet arról beszélni, hogy engem is csúfoltak gyerekként, lehet a gyerekednek elmondani, hogy neked mik voltak az iskolai tapasztalataid, lehet elmondani azt, hogy te adott pillanatban hogyan oldottad meg, viszont hogyha elkezd beszélni róla, akkor a lehető legtöbb eszközzel, türelemmel, néhány egyszerű kérdéssel, hogy fejtsd ki, mert nem értem, ennyi, fejtsd ki, mert nem értem, mondd el ezt bővebben, meg fog nyílni, és el fogja mondani remélhetőleg azt, hogy mi történik vele az iskolában, és el fogja mondani azt, hogy esetleg zaklatják és bántják, és akkor megfelelő tudatossággal fogsz tudni neki segíteni. Megfelelő információ mennyiséggel fogsz tudni neki segíteni. Például abban, hogy beszélsz a tanárokkal. Például abban, hogy bevonsz egy pszichológust, és megfigyeled, hogy a pszichológus jó-e a gyerekednek, ha nem jó, akkor viszed tovább, amíg meg nem találod a megfelelő pszichológust a gyereked számára. Azzal, hogy közösséget váltatok, azzal, hogy hagyod azt, hogy ő kimondja az ő sérelmeit, és azzal, hogy türelmes vagy. Ha mégsem beszél ezekről a dolgokról, hanem csak utólag fogja neked is elmondani a gyereked, ahogy én tettem, az iskolában történteket, akkor ne mondd azt, hogy lépj már túl rajta, mert a hogyan az, ami a lényeges. Az, hogy lépjél túl rajta, az egy semmit mondó üres dolog. Az, hogy hogyan lépjél túl rajta, abban viszont tudsz segíteni neki a saját tapasztalataid által, akár tudsz segíteni abban, hogy esetleg elmentek, nem kell pszichológus, tanácsadó. Tök mindegy, ha pszichológust nem szeretnél látni, akkor tanácsadóhoz. De mindenképpen, ha te nem tudsz segíteni a gyermekednek földolgozni a vele történteket, kérjetek külső segítséget. Tanácsadó, pszichológus, pszichiáter, tök mindegy, de kérjetek külső segítséget. Mivel én alapvetően zárkózott voltam, és mivel én nem mondtam el ezeket a dolgokat otthon, ezért én nem kaphattam meg ezeket a külső segítségeket, csak azok által, amiket én megtaláltam. Például a Tini Boszorkányok és a Nő és a Csernus Imre összes könyvei által, amiket én magamba tudtam építeni. Ha én visszamehetnék az időben, és én beszélhetnék a tinédzserkori önmagammal, akkor én elmondanám önmagamnak azt, hogy igenis, kérj segítséget azért, mert egyedül nagyon-nagyon nehéz lesz ezeket megoldani, nagyon nehéz lesz ezeket föloldani, mert nem tudod, hogy hogyan kell föloldani ezeket a helyzeteket. És mivel keresgéled az utadat, nagyon sok időt veszítesz az útkereséssel, és mivel nagyon sok időt veszítesz az útkereséssel, ezért nem minden lesz rá megfelelő, és lehet, hogy többet ártasz magadnak, mint használsz vele. Gondolok itt a rossz társaságra, a drogokra, az alkoholra, gondolok itt arra, hogy esetleg megpróbálsz öngyilkos lenni, vagy kárt teszel saját magadban. Ezek mind-mind tévutak, és ennél te többre vagy képes. Nagyon-nagyon nagy szerencsém volt, hogy nem valami Kókler Gyökérnek a könyveit találtam meg, hanem Csernus Imréjét, akit teljes mértékben hitelesnek tudok tekinteni. Nagyon nagy szerencsém van, hogy olyan pszichiáternek a könyvek akadtak kezembe, aki ténylegesen tudott nekem a könyvei és az előadásai által olyan útmutatást nyújtani, ami által én magamnak tudtam segíteni. Igen, ettől függetlenül lehet, hogy el fogok menni egy pszichológushoz, mert érdekel az, hogy ezek a dolgok, amiket én elnyomtam magamba, és így múlt héten nagy nehezen felszínre került egy-két dolog, hogy vajon mik azok, amiket elnyomtam, mik azok, amik még nem kerültek feldolgozásra,
egyetlen dolog tart vissza attól, hogy pszichológushoz menjek. Azt hallottam, módkor beszélgettem ismerőseimmel, megfelelő pszichológust megtalálni nagyon nehéz. Azért, mert kell egyfajta összhang a pszichológus, vagy a pszichiáter és a páciens között, mert hogyha nincs megfelelően ráthangolódva a másik ember, akkor nehezen fogsz tudni megnyílni, és ugyanott vagy, mint hogyha nem kértél volna segítséget. Viszont elmész 1, 2, 3, 5, 10 szakemberhez, mire megtalálod a saját megfelelő segítségedet, az nagyon sok pénz, nagyon sok idő, nagyon sok energia. Viszont ettől függetlenül lehet, hogy én ebbe a túrába bele fogok vágni. Nem biztos, lehet, hogy bele fogok vágni ebbe a túrába, mert úgy gondolom, hogy talán még lesz még egy-két dolog, amit ha földolgoznék, sokkal inkább felszabadult tudnék lenni. Én magamon tapasztaltam meg azt, hogy amikor egy-egy zökkenőn, egy-egy ilyen földolgozatlan dolgon nagy nehezen túltettem magam, és nagy nehezen sikerült elengednem a sérelmeimet, mennyire fel tudtam szabadulni. És mennyire jól tudtam magam érezni, amikor basszus, ennyi volt a problémám összesen, és így tök jó volt. És onnantól kezdve sokkal könnyebben éreztem magam, sokkal jobban éreztem magam lelkileg. Szóval a tanácsom, amit tudok adni, neked, hogyha gyerekként nézed, kér segítséget, ha felnőttként nézed, ha a gyereket kér segítséget tőled, akkor ha nem tudsz segíteni, akkor forduljatok külső segítőhöz. Tök mindegy, hogy egy ember, vagy két ember, vagy öt ember által, de kérjetek segítséget. Nagyon nagy hátrány az, hogy a tanároktól társadalmilag el lett véve a tekintély, és el lett véve a tanároktól az az eszköz, amivel mondjuk tudják fegyelmezni a gyerekeket. Mostanában a gyerekeknek jogaik vannak, kötelezettségei alig. És az a helyzet, hogy a tanárok már túl vannak terhelve nagyon sok adminisztrációval, türelmetlenek, fáradtak, eszközeik nincsenek a fegyelmezésre, ezért üdvözlendő ötlet az iskolaőrség. Bár én mondjuk azt mondanám, hogy állítsuk vissza a tanárok tekintélyét, és onnantól kezdve iskolaőrségre sem lesz szükség. A tanárok mellett egyébként a szülőknek a tekintélyét is elvették nagyon sokszor, mert ezek a cikkek, hogy 10 dolog, amit nem mondja gyerekednek, különben lelkisérült lesz, azt eredményezte, hogy a gyerekek igazából nincsenek fegyelmezve, mert a szülők azok félnek attól, hogy ha én rosszat mondok a gyereknek, akkor úristen, mit fogok neki okozni. Ez baromság. Vannak olyan szülők, és vannak olyan tanárok, akik mellett a gyerek lelki beteg lesz, de ezek a szülők, vagy ezek a tanárok alkalmatlanok arra, hogy a gyerekeiket ellássák. Viszont ez ugyanolyan dolog, mint hogy az embereknek egy része laktózérzékeny. Ezért te se igyál tejet. Na most az a helyzet, hogy mivel ugye általánosítunk, és általánosságban ráhúztuk a tanárokra, hogy a tanárok fegyelmezési eszköze volt az, ami a gyerekeket lelkibeteggé tette, illetve a hozzá nem értő szülői magatartás tette a gyerekeket sokszor lelkibeteggé, ezért a normális szülőktől és a normális tanároktól elvettük a tekintélyt. Így a gyerekek szabadjára vannak engedve. Ez igazából visszaság. Mert hogyha belegondolunk, akkor nagyon sokszor előfordul már az, hogy a gyerekek nem csak egymás között az osztályközösségekben bántalmazzák egymást, hanem már a tanáraiknak is, és a szüleiknek is ellene fordulnak, és valamikor őket is bántalmazzák szóban, vagy éppen fizikailag. Úgyhogy én az iskolaőrséget nagyon tudom üdvözölni, nagyon hasznosnak találom az iskolaőrséget, viszont szerintem elsősorban a megoldás az volna, ha a szülők tekintélyét, illetve a tanárok tekintélyét visszaállítanánk, és a diákoknak elmondanánk, hogy nem csak jogaitok vannak, hanem kötelességeitek is. És azzal, hogyha egy diák megcsinálja a házi feladatát, illetve hogyha a diák mondjuk házi feladat után még elmosogat, vagy segít otthon a anyjának vagy az apjának a házi munkában, nem lesz lelkibeteg. Ennyi. Kész. És hogyha a gyerekre rászólsz, hogy figyelj, nem kéne, hogy megüssél, akkor az a gyerek igenis fogadja a szót. És hogyha a gyerekre már nem hat az, hogy rászólok,
Akkor igenis, elkaphassam a gyerekemnek a kezét, és azt mondhassam, hogy figyelj, még egyszer megütsz, és visszaütök. És pont, ennyi. Mert egy gyereknek szüksége van korlátokra, szüksége van arra, hogy megtanítsuk nekik, hogy mi az, ami helyes, és mi az, ami nem helyes. Én remélem, hogy bár így a videónak a vége kicsit összeszedetlen lett, tudtam nektek nagyon sok hasznos dolgot elmondani az iskolai zaklatással kapcsolatban, illetve azzal kapcsolatban, hogy hogyan dolgozzátok föl ezeket a helyzeteket. Remélem, hogy szülőknek és diákoknak egyaránt tudtam segíteni abban, hogy a következő iskolai év zaklatásoktól mentes, vagy kevésbé terhelt legyen. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, hogyha ez így van, akkor kérlek, lájkoljátok, írjátok le kommentben azt, hogyha veletek történt-e valami hasonló helyzet, és írjátok le azt, hogy nálatok mi volt a megoldás, mert nagyon érdekel. Legyen szép napotok, sziasztok!